A legtöbb házi buriban felcsendül legalább egy ergós láger. A Csikidem stílus megteremtője Szikora Robi 15 éves volt, amikor bekerült az első zenekarába. Az ország a nevét aztán a Hungária együttesben ismerte meg, a csúcsra pedig az ergó repítette. Mindez nem sikerült volna anélkül, ha ne tudta volna az első pillanattól kezdve, hogy mit szeretne. Nagypénteken Szikora Róberttel beszélgetek. 1968-ban 15 évesen lett a One World együttes tagja. 1969-ben csatlakozott a Ferm együtteshez, ahol olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint Környei Csaba, Környei Attila, Mennyhárt János és Gerdesics Ferenc. 1974-től a Hungária együttes tagja volt, ahol olyan nagy slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Ciao Marina vagy a Micsoda Buli. Micsoda Buli. 1982-ben kilépett az együttesből, és Környei Attilával, Kozma Tiborral, Holló Józseffel és Báril Pászkállal megalapította az Ergót. Életében nagyon fontos szerepet játszik a hit. 2022-ben ő volt a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus egyik hírnöke. A magas és mély vendége Szikora Róbert. Robi, először is szeretnék gratulálni neked, ugyanis nemrég Máté Péter díjat kaptál. Na látod, köszönöm. Mit jelent számodra ez az elismerés, meg úgy általában az elismerések? Szerintem jól esik mindenkinek, aki csinálja. Nyilván én nem akasztam a szakmát, tehát nagyon sok ilyen elismerésem van, de ez azért ez egy állami elismerés, ami egy kicsit más fényszögben jelenik meg az én lelkemben is. Jól esik, de igazán, és jól esik pont. A másik, hogy mi a Hungáriával már akkor 80-ban azt mondtuk, hogy hányfajta fontos dolog van, mint elismerés, egy közönség. Van annál fontosabb, hogy teltház legyen, ahol te játszol. Ma ez ugyanúgy érvényes, tavaly volt egy koncertünk, most nem vagánykodásban mondom, a Sportarénában, 12 ezeren férnek be, és 13.600-an vettek egyet. Tehát ez ami eladtam közel 6 millió lemezt, ez megint egy olyan, hogy ez egy elismerés. Igen, a közönség elismert, hogy jó, megvette. Tehát valahol az elismerés ott van, hogy ha pénzt adnak érted, bármilyen profánul hangzik. Tehát, hogy mennyit érsz az embereknek. Tehát, amikor azt mondják, hogy oké, elmegyek egy Ergo koncertre most, majd május 19-én a Budapest Parkba, mennyibe kerül, és jó sokba kerül egy jegy, vagy legalábbis itt most nem tudom a parkba, de ott Pécsben sokba. És hogy megérsz annyit annak az embernek, mint hogy a 20-25 ezer fontot, hogy két óráig téged nézzen. Ez valami, ez egy olyan, amit úgy lehet úgy érzékelni. Több mint 40 éve mondhatjuk, hogy szinte töretlenül éled a Csikidem életérzést az Ergóval. Emlékszel még a kezdeti évekre, arra a Robira, aki eszméletlen lelkesedéssel veti bele magát az Ergó szervezésébe? Persze, hogy ne. Az egy olyan jeles, egyben félelmetes napok voltak, tehát hogy pillanatok alatt játszódott, olyan volt, mint egy, most rossz példát mondok, mint egy baleset, tudod, hogy minden egy pillanat alatt történik, nem tudsz gondolkodni, és egyből az volt, hogy most időpontokat mondok, mert 82. október 7-én kijöttem a Fenyő Miklós lakásából, ahol a zenekar is ott volt, lejöttem a Szent István Parkba, és abban a pillanatban felhívtam még a sarokról Környei Attila barátomat, akivel valamikor a Fenyőben játszottunk amatőrkorunkban, és azt mondtam, Attila, csinálok zenekart, azt mondtam, meg vagy örülve, hát most. Hát mindent elértél, amit akartál. Lemezeid vannak, tévében vagytok, műsor, külföld, minden. Tehát slágerlistán te vagy az első, Ciao Marina volt az első, azokban a napokban, hetekben, hónapokban.
és azt mondtam, nem érdekel, gyere csak ide. És akkor csináltunk egy zenekar. De először punk zenekart akartam csinálni, mert akkori lelki attitűdömnek az volt a megfelelő, szétverni mindent. Meg volt az image, hogy néz ki, egy pillanat alatt történik ezek. Ez két napig tartott. Ez lett volna a Zoo együttes? Igen. Hát, mert nem gondoltam együttesben. Nem gondoltam én semmire, hogy én csinálok. Hát én a Hungary együttes tagja voltam. Úgy volt, egy hét múlva megyünk már stúdióba. Az új Aréna lemezt próbáltuk éppen a Mikéknél, amikor engem szembesítettek avval, hogy az új Csiditnak én írok egy diszkó királynőnek lemezt. Ez volt a Casus Belli, amiért el kellett hagynom a bandát. Nem kellett, én elmentem. Úgyhogy, és aztán két nap után, mikor punk zenét csináltam, volt egy stúdión Kispesten, én tulajdonos voltam ott, vagy résztulajdonos, és akkor ott voltak srácok, akik ott próbáltak, éppen felvettek valami lemezt, és mondtam, hogy figyeljetek, ne haragudjatok, menjetek egy kicsit, és akkor elkezdtem majd két-három ilyen punk számot eljátszani. Mondtam, hogy a dobos maradjon benne, ez a tempó, de a basszusgitárosnak elmondtam három akkordot, és kísérjetek. És akkor három-négy számot azt rögzítettük, és az meg is vannak. De aztán a Környei Attila barátom azt mondta, Robi, figyelj, nem ezért szeretnek téged. Tehát, hogyha zenekarban gondolkodunk, akkor a téged azért szeretnek, mint a John Marina, vagy a Micsoda Buri, gyere, Júli, tehát amiket te írtál, várni rád egy éjszakát annak a részét, vagy szóval, hogy ezeket szeretik tőled. És akkor azt mondtam, hogy oké, próbálj meg olyan számokat, és amit a Hungáriában nem fogadtak el, vagy kispados volt ott, azok képeztek ezeket az első számokat. A külsőségekben pedig azt gondoltam, hogy mindenképpen olyan legyen a kinézet, az imágó, hogy a senkire és semmire ne hasonlítson. És a közös nevező a Környeivel nekem az volt, hogy Rejtő Jenő. Tehát a Rejtő Jenőt a mi korosztályunk az, ami etalonnak vette fel a külsőségekben, a szafarézé. Úgyhogy már nagyon közel volt ahhoz, hogy egy szalmakalap, nézzük meg, hogy áll egy szalmakalap, az milyen ruha kéne, elmentünk az úttörő áruházba, ilyen keki, nem voltak akkor butikok, vagy mit, elmentünk ilyen keki cuccokat venni, keki úttörő ingeket, azokat kicsit megdizájnoltam, és akkor hát úgy néztünk ki, ahogy kinéztünk, hát így. Ebben volt azért tudatosság, hogy így felépítsétek, és hogy nem szép szóval, de hogy egy brand legyen a zenekarból, és ez a mai napig, hogyha valaki elmegy egy Ergo koncertre, akkor teljesen beazonosíthatóan tényleg Ergo fel tudja ismerni, hogy hol van akkor, igen, is, hogyha éppen véletlenül tévedt arra. Ott vannak ugye az image, a pálmafák, az elmaradhatatlan gidák, igen, és ugye a Csikidem életérzés. Mit jelent számodra a Csikidem? A Csikidem? Mit szeretnél ezzel közvetíteni? Először is az alapja az volt, hogy megkérdezték, hogy annyira fókuszba került a személyem, hogy megtorpedoztam én a Titanicot. Én voltam a jéghegynek a csúcsa, aki el is süllyedt utána fél év múlva. Na mindegy, szóval, hogy annyira keresték bennem azt, hogy mitől ez a fiú, miért ez, miért ő most a fontos személy, hát persze. És akkor kérdezték, milyen stílusban játszunk, és mondtam, hogy nem tudom. És akkor azt mondták, olyan nincs. Volt egy Paul McCartney koncert, amikor azt mondta a Paul McCartney, ilyen elég punyat közönség volt, shake it up. És én ezt csekidám neked, mert úgy sendült a szó, shake it up. És akkor csekidámnak értettem, ez 71-ben volt. És akkor ezt megkérdezik, hogy milyen stílus, mondom, ilyen csekidám stílus. Jó, és fel is írtak, hogy milyen stílus, és akkor persze megadtam egy ideológiát, hogy az olyan, mint mikor mennek a tevék a sivatagba, és a lábuk kiadja azt, hogy csak, és így mennek a tevék. Így történt. Mindig tudtál bánni a sikerrel? Bánni? Sose tudtam. Nem?
Soha nem tudtam. Úgy elviseltem, és jól esett, és fürdőzik az ember benne, de én tudom, hogy milyen a sikertelenség, azért értékelem is közben, mind, hogy nem tudom kezelni, mert rossz zenekarvezető is vagyok, meg ilyesmi. Ez milyen időszakban, mikor érezted úgy, hogy éppen annyira nem mennek úgy a dolgaid, hogy te szeretnéd? Akkor, jó, köszönöm, ez jó kérdés, de egy lépést hátralépek, és azt mondom, az édesapám táncdalénekes volt. És fönnmaradt pár rádiófelvétel, és én azt láttam, hogy milyen sikertelnek lenni, mert nem hívták senkit, apámat nem hívták, pedig akkor csak vizsgázott énekesek léptek, tehát apám is vizsgázott énekes volt, de ha nem írnak számot neki, már pedig számot, nem mindenki írhatott, csak vizsgázott zeneszerzők és szövegírók írhattak. Tehát nem volt olyan, írok egy számot, mint én tegnap alakultam, de ma írok egy számot, vagy a vizsgázott íze vagy, és apám nem kapott jó számokat, szörnyű dolog, tehát ma így meghallgatom szörnyű számokat, és akkor ott ült, egész nap otthon ült, várta a zenészfajtásokat, meg dobtanárt, meg mit tudom én, steptanárt, meg mit tudom, minden tanárt várt, de egy fillért nem keresett, és az anyukámnak a vasutas fizetéséből élt a család. De igazándiból, mikor beléptem a Hungária Együttesben, az 74 tavasza, akkor én azt hittem, hogy most itt aranybánya. Bizonyos értelemben az is volt, mert mentünk külföldre, és hihetetlen sok turnénk volt külföldön, és ott minden jött. De itthon az Egy tenyér nem verődik össze című műsorban voltunk, tehát hogy Fenyő Miklóst és azt a Négy tagú Hungáriát nem szerették, nem volt fontos, mindenféle fesztiválra akartunk menni, ilyen magyar táncda fesztiválok, a Médi Hungary, tessék választani, csomó volt. Ja? De éreztem azt, hogy mikor harmadosztály vagy, tehát hogy jó van, énekeltek el, de ez nagyon rossz. És pláne akkor, mikor utána 80-ban berobbant a Hungária, és a Rock and Roll Hungáriának a három alaptagja, a Kéke Zoli, a Fenyő meg én, ugyanazok voltunk. Csak akkor helyesebbek voltunk, talán még tehetségesebbek voltunk, még nagyobb akarat volt bennünk, és meg se kell semmit. És akkor innen mindig nagy kérdés, hogy ez nem a Jóisten különös kegyelme, hogy jön a siker, rád szakad a siker, de olyan szinten, hogy egy pillanat alatt, én Budán laktam, Kapi utcán, és nem volt még kocsim, tehát mikor a busz megáll, mert te, ez a Hungáriából a srác, és megáll a kocsi, megáll a villamos, közértbe, patikába előre engednek, ó, itt van! És akkor mikor kiléptem a Hungáriából, és az első koncertek voltak, Ergo koncertek, egyre emlékszem Győrbe, és ott mentünk át a zenekarra a Zebrán, az emberek félreálltak, és megtapsoltak, hogy itt jön a Robi, aki a kisfiú, aki ott hagyta a királyságot. Ez ilyen népnek a gyermeke lettem, tudod? Jaj, a hírvassa nálam, mondtam csendbe, ő megint el tudodja fel minden rendbe. Nemrégiben robbant az Úristen című dal, ugye a Valmárnak a nagy slágere, amelyben te is közreműködsz velük, és szerintem ez egy óriási dolog, hogy mondjuk megkerestek téged, és nem azt mondtad, hogy hát én már nem értem a mai fiatalok zenéjét, vagy én nekem már mi közöm van ehhez, hanem te igent mondtál erre a felkérésre. Mi az, amit láttál bennük, vagy ami téged is inspirál a fiatalokban? Akkor itt is hátralépnék egyet, hogy 13-ban, tehát előtte, közel 10 évvel, az X-Faktorban engem mentor voltam, és először a By The Way, akit most már nem tudják, de a By The Way egy olyan, na mindegy, zenekarokat választottam, és akkor még valóban az X-Faktornak, most nem tudom, mert nem nézem, de az X-Faktornak a lényege valóban az volt, hogy tehetségeket fedezünk fel. Tehát te, Szikora Robert, aki benne vagy ebben a szakmában, jó szemmel látod a dolgokat, megéltél sikereket, van tapasztalatod,
és van órod, és ez a legfontosabb. És az orrhoz hozzátartozik az a te ösztönöd, mert az ösztön nem szabad elveszíteni. Tehát nem úgy van, hogy fölmegyek, aztán rutinban megcsinálom. Én mai napig azt mondom magamnak, hogy fölmegyek a színpadra, hogy Robi, azt, amivel Jóisten megbízott, azt hozd elő, azt a vadrákos pont egy kis kölyköt hozd elő magadból. Nem kell, hogy tisztán énekelj, nem kell, hogy jól dobolja, nem, csak add magadat. Na mindegy, ez úgy van, és akkor, és a By the Way után pedig 14-ben jött a Tóth Andi és a lányok. És tehát, hogy én ezt megéreztem, hogy milyen jó dolgozni a fiatalokkal okosan. Mert a fiatal fiatal, tehát neki van egy elképzelése a világról, a zenei világról, és nem kell, hogy ráoktroyáld a te világlátásodat, a zenei világlátásodat, hanem hagyod, hogy ő. Tehát olyan vagy, mint egy szülő, mint egy pszichológus, hogy hagyod, de úgy tereled, hogy észre se vegye. A Málmárral pedig hát egyszer megkerestek, nem engem, a menedzsmentemet, akikhez tartozom, vagy akik tartoznak hozzám. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát hogy ügyetek el a számot. Elküldték, és látom benne. Minden számban ott van a gyémánt, vagy nincs ott. Amit aztán le kell hántani róla, és akkor lesz brilliáns belőle, ha lesz belőle. És a srácokban benne volt valami. És akkor átjöttek, mondtam, jó van, ebben van valami, hozd át őket. És átjöttek, és két ilyen őrült srácot láttam. Az egyikben megláttam önmagamat is egy picikét. Ez nyilván a Marics volt, de hogy ott őrjöntek, ott főtetik a tele... Már eleve telefonon mutatják meg a számokat. Régen mi Magnóval, legjobb Magnóval hangszíneztük, hogy nézze meg az öreg kollega. Főtették, és már így mozogtak saját számukra. Azt mondom, ezek teljesen agybetegek, de ezek ilyen világ, vagy ilyennek kell lenni egy fiatalnak, aki ennyire bízik magában, ennyire hisz magában. És akkor tisztáztuk, hogy ki mit csinál ebben a dalban. Akkor még az én így nem volt kész egyáltalán, és hogy kinek mi a szerepe a dalban, már klipben. Tehát, hogy akkor még nem volt tisztázó, hogy én a két csajnak vagyok, a úristen lánynak vagyok a papája, vagy valaki-e, vagy a szerepe, hanem... Na mindegy, és úgyhogy jó volt a srácokkal dolgozni. Nekem tetszik az, mikor tisztelet, tehát hogy nyilván ez von ahhoz, hogy otthonról tanulták azt, hogy tisztelettel beszélnek a másikkal. És nem azért, mert azt nekem vindikálom a jogot, hogy én már egy nagy művész vagyok, és akkor velem úgy beszélek. Nem, ez alapban úgy van, hogy eleve mindenkit tisztelünk, és aki előttünk járt ebben a szakmában, az mégis egy kicsit nagyobb tisztelet. Tehát, hogy én tegnap előtt találkoztam Szörény Leveltével, még mindig a lábom egy kicsit így megremeg egy pillanatra. Mert ő a Levente. Ő énekelte, mert még fáj, fáj, fáj. És láttam a tévében, és én meg csak egy kis gatyában ültem, és néztem így a tévét. Ez az Illés Együttes, az meg az Omega, szóval. És kivágtam a képeket, a tévérádióság vagy akárhonnan is beragasztottam. Mert... Szeretlek is, meg nem is tudod, így van ez. A szerelem engem mindig bolondát tesz. Haragszom is, meg nem is tudod, így van ez. A szerelem. Nagy péntek van, Jézus kereszt halálára emlékezik ilyenkor a keresztény közösség, szigorú bőti nap. Te milyen hívő emberként hogyan éled meg ezt a napot, mit jelent számodra? Az évente visszatérő dolog a húsvét. Én gyerekkorom óta, az nem most volt, gyerekkorom óta megtartom a 40 napos bőtöt, és a bőtnek minden attribútumát, és tehát a bőtnek van három nagy ilyen fogozópontja. Az egyik az, hogy többet imádkozol, mint máskor. Másik maga a bőjt, amihez hozzátartozik a bűnbánat is. És a harmadik pedig, ami alamizsnálkodásnak mondanak,
de a jó téteményeket jelenti. Hogy ez a három, ha itt van az agyadban 40 napig, mert addig készülsz, hogy Jézus Krisztus kínszenvedése, halála és feltámadása. Erre készülsz, hogy ezt te megéld. Mert ezt a titkot, ezt még jobban az ember lelkébe kell, hogy leeresztődjön, mélyebben, még mélyebben, hogy valamit megérezze abból, hogy mit tett érted ez az Isten ember, mit tett érted Jézus Krisztus. Ezért ez nem egy vallás a miénk, hanem ez egy, tulajdonképpen ez egy arc, Jézus Krisztus arca. Ez a kereszténységnek a lényege, hogy azt mondta, hogy az a személy, a názáreti, az ki számodra? Ez az örök kérdést, ha föl tudod tenni, és mit mondott? Bármit mondott, nem az a lényeg, hogy mit mondott, az a lényeg persze, hanem hogy ki mondta? Az Isten mondta azt. Isten halt meg, érted? Miért? Mert annyira szeretett. Ez a húsvétnek a lényege. Mert a húsvétnek ugye van egy előképe. Az előképe gyorsan az, hogy ezen az estén, az utolsó vacsorán, nagypénteken, az volt a széder este a zsidóknál. Akkor kellett elmondani a családfőnek a gyerekek részére, hogy mi történt ezen a napon. Hogy Mózes kivezette az egyiptomi rabságból, az örök rabságból, hogy az egész nemzetet elvitték rabnak. Jézus Krisztus ezen az estén viszont ezt anulálta, illetve azt mondta, oké, de én egy új és örök szövetséget hozok létre, és miből szabadította ki Jézus Krisztus az embert? A bűnnek a rabszolgaságából. Hát a bűnnek a zsoldját, a halált, azt nem tudott te anulálni, nem? Na ez Jézus Krisztus, ez egy gyönyörű húsvét. Istenem, csodálatos a húsvét. Feltámadás. Mindig fogod érezni, hogy persze az egész életed van az, hogy szenvedsz, meghalsz, de hiszel a feltámadásban, mert a feltámadás az maga, megjön az a személy, Jézus Krisztus, az nem csak egy esemény. Ha hisztek bennem, örök életetek van, mondja Jézus Krisztus, nem lesz majd egyszer valamikor, most már elkezdett az örök élet benne. Húsvét, hogyan telik nálatok ez az időszak? A feleséged Zsuzsi nagyon jó szakács hírében áll, esetleg van ilyenkor valami ünnepi menü, ami mindig az asztalra kerül? Hát mi a hagyományos húsvét ételeket gyártjuk, csináljuk, eszük. Én Osserte például szeretem, mikor ő főz. Én húslevest, előtte két nappal a sonkát, a sonkalébe, a tojásokat, a zöldségeket, a retkeket, az új hagymákat kitenni. Tehát ennek van egy illata, mind a karácsonynak is, és ezeknek volt egy illata, és gyerekkor óta. Érdekes, hogy az illat olyan, hogy az vissza tud vezetni a gyerekkorba, és ott meglátsz képeket. Nálam az illat ilyen nagyon erős, ami visszavezet. Úgyhogy persze az hozzátartozik, és milyen, hogy nagypénteken még nem mehetsz semmit, de már úgy várod a feltámadást. Tehát tulajdonképpen a feltámadás az vasárnap hajnalban történt, de a keresztény ember, a mai keresztény ember ezt már nem tudja kivárni, ezért szombaton a feltámadási nagy misén, azután rohansz haza, és akkor kalács is van, torma is, ezek hagyományos régi zsidó ételek voltak. 1975 óta vagytok együtt. Igen. A feleségeddel. Mi a hosszú házasságnak a titka, vagy te hogyan látod, hogy mi az az útravaló, amit akár a fiataloknak mondanál? Mi tart össze két embert évtizedeken keresztül? Hát rá kell jönni először is, a szerelem tartja össze, de rá kell jönni, hogy azért abban van, ami a zsidók mondják, hogy össze vagytok baserolva. Magyarul az égbe összekötött már téged a Jóisten. Elhinni, hogy a másik az ugyanolyan személyiség, az valahogy évek óta formáljuk egymást, mint víz, apad, vagy szívünkbe eredvások, könyvkatak. Tehát, hogy az ő is egy bolygó, én is egy bolygó vagyok, összecsattanunk, de olyan gyönyörű, annyira nagy dolog leélni egy életet egy másikkal, egy másik él, és mindig titok marad. És sokat kell szeretni a másikat, mert a szeretet az nem csak egy ilyen érintés, meg az egy érzés, hanem annál sokkal több. Tehát a szeretet szót, annak még nem tudjuk igazán a lényegét.
beszélünk erről, és mikor sematikusan akarják ábrázolni, mondjuk az amcsit, vagy az angolkot, azt mondja, love. De tudjuk, hogy a szeretet egész más. Az csak az ember tud meghalni szeretetből valakiért. Mindegy, Jézus Krisztus is meghalt ezen a húsvéton. És ugyanígy egy ember, aki meg tud halni azért például, mert nem szeretik. Az ember tud azért bőjtölni magától, az nem igazi bőjt, nem a húsvéti bőjt. Például mamájával szemben van valami probléma, kiteszi a mamája kaját, nem eszem meg, és ellök, és nem. Mert nincs benne szeretet, viszont egy ételben mennyi szeretet tud lenni egyébként, nem? Egy húsvéti ételben. És az nem csak az ízben van benne, vagy itt a mamád elét pakolt valamikor. Hát az nem csak az a krumpli, meg az a hús volt benne, hanem valami még. Az a szeretet, amivel adta. Ettől csodálatos ez a szó, szeretet. Nagyon szépen köszönöm, Robert, hogy itt voltál, és meséltél. Nagyon szívesen.